A díszlet már nagyjából áll, a kettős forgó is működik, jelmezek még nincsenek. Amíg a próba kezdetére várunk, Rigoletto és a mantuai herceg teljes egyetértésben hurukkoztatja a herceg, azaz László Boldizsár kicsi lányát Grétit. A darabban a púpos bohóc lánya okozza a bonyodalmokat. A címszereplő korábban kajakozott. Sportos alkatát az előadás kihasználja. Ám Rigoletto hangilag is nagyon megterhelő. Fantasztikus szerep, nagyon hálás ezt énekelni. A gonoszsága abból jön, hogy ő egy megtört ember, és a változás az a nagy művészi teljesítmény, az kell legyen, mikor megváltozik, mikor rájön, hogy tényleg hozzányúlnak, tehát ahhoz nyúlnak, ami neki a legfontosabb. Amikor a lányát bántják, összetörik, és utána már szánnivaló. De addig még sok minden történik. Harangozó Gyula rendező arra törekszik, hogy a hatalmas színpadot megtöltse akciókkal. Egy ekkora térben egyszerre akár több dolgot is el lehet játszani. Érdemes olyan dolgokat csinálni, amelyekben a látvány és a mozgás ez nagyon segíti az éneket, vagy a prózát, ami éppen van. Mert ugye egy kis, még egy normál méretű színpad ehhez képest, tehát mint az operaház színpad és kamara színpadnak tűnik, mert ez a 1000 négyzetméterrel olyan nagy. Most a Dom téren magyarul éneklik a darabot, amitől a történetet közvetlenebbül át lehet élni. Ebben az előadásban a herceg nem léhacsábító, tényleg őszintén beleszeret Gildába. Ragyogjon ki sok nő közül ez a lány, hiszen tényleg, amikor a herceg az elején bejön, akkor arról kezd el beszélni, hogy hát te nem hiszed, hát még Szentmisére is elmegyek miatt. Szóval egy ilyen herceg nekem izgalmasabb, mert sokkal több szintet megmutat. Verdi Rigolettóját a jövő héten pénteken és szombaton láthatja a szegedi közönség. Ezzel nyílik az idei szabadtéri játékok.